A vendégek szerezték a mérkőzés első gólját, és azt követően a Nyírbátor az első félidőben végigfutott az eredmény után. Többször is 4 góllal vezetett a tiszavasvári, amely végül 2 gólos előnnyel vonulhatott a szünetre. Fordulás után a hazaiak kezdtek jobban, előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette a Bátor. A mérkőzés nyílt volt egészen az utolsó percig, végül azonban 3 góllal nyert a nyírbátori kispadon ezen a találkozón bemutatkozó Tréki Tamás együttese. Egész héten tisztességesen fölkészültünk a tiszavasvári játékára. Tudtuk azt, hogy nekik ez az egy választásuk van, ugye, hogy a rájátszásos rendszerben tudjanak pontot vinni, és ha minket megválnak, akkor gyakorlatilag minket is letaszítanak az alsóházba. Ezért én egy nagyon nehéz meccsre számítottam. Megmondom őszintén, az első fél időben azt éreztem, hogy kapkodunk, bizonyítani akarunk egymásnak, a szurkolóknak, nagyon sok technikai hiba volt, sajnos balszerencsések is voltunk, azért mondtam is a szünetben, hogy megfordul ezzel a sok kipattanó labda a kapusról, bepattant, lepattant, hál' Istennek igazam lett, de gratulálok a Tiszavasvárnak is, mert nagyon méltó ellenfél volt. A vendégek edzője szerint a hazaiak fizikálisan őrülték fel csapatát a mérkőzés végére. Elfáradtunk. Tehát nem is a szünet után, hanem az utolsó 7-8 perc, nem tudom pontosan, de úgy ott éreztem, hogy megfáradtunk. Ott talán lehetett volna belecserélni, csak akkor meg már olyan volt a meccsnek az egész menete, hogy ott azok, akik többet ültek a padon, nekik lehet, hogy az lett volna a hiba. Hibáztunk. Tehát itt a végén többet hibáztunk. Én azt gondolom, hogy biztosabb kézzel lőjük a heteseinket, zicsereinket. Ugye a Robi megint megbabonázott minket, ha biztosabban lőjük, akkor szerintem végig tudtuk volna tartani azt az 1-2 gólos előnyünket. Varga László 4 góllal járult hozzá a csapat a győzelméhez. A rutinos kézilabdázó szerint akaraterejüknek köszönhetően kerekedtek felül a Tiszavasvárin. Az első fél időben abba hibáztunk, hogy túl sok volt a technikai hibánk, túl sok volt a eladott labdánk, és amikor megszereztük a labdát a kapu előtt, ugye védekezésbe, akkor rögtön vissza is adtuk, és nyilván ebből éltek. Ez lehet szerencse is, lehet, hogy szerencsétlenség is, de igazából a mi hibánkból éltek. A második fél időben valamilyen szinten ez megfordult, ezért tudtunk igazából átvenni keservesen, nagy nehezen a vezetést, de én úgy gondolom, hogy a szívünket, lelkünket kitettük mai nap is a pályára, és igazából most sajnos nem azt tudom mondani, hogy jó játékkal vagy jó védekezéssel nyertünk, hanem a nagy szívvel tudtunk nyerni. A forduló további eredményei a következők: Balmazújváros Hajdúszoboszló 19-27, Hajdúböszörmény Kisvárda 30-21 és Hajdúnánász Deac 2 33-23. A tabella első helyén a Hajdúszoboszló áll 18 ponttal, megelőzve a 17 pontos Hajdúböszörményt. A 13 ponttal negyedik Nyírbátor szombaton a Deac 2-höz látogat.